Just like the ones I have to fall, where the trees are glisten and children listen to hear sleigh bells on the snow. Megmutatod, hogyan gitározol? Nem. Nem. Köszönjük szépen! A Sóder színpadán ifjabb Sóbert Norbert! Gyere, szevasz! Gyere! Na, lendüljél be, kisfiam, mert eltelik a műsoridő. Nagyon jó. Ifjabb Sóbert Norbert. Jó. Hello. Dumálunk kicsit? Igen. Jó. Ma mit csináltál? Poviba mentem. Mi volt az ebéd? Elfelejtettem. Aha. Jó, hát eddig flottul haladunk. Mi a kedvenc kajád? A tejbegríz. Tejbegríz. De nem ez, amit a fater másokra csattant rá. Tamás, hát rólad kevesebbet tudunk. Ti hárman vagytok testvérek, ugye? Pont a testvéred ejtett ki, hát ami dráma. A harmadik testvéred, az remélem, hogy nem énekel, mert ha azt mondod, hogy ő is, akkor azért az... Nem, ő informatikus. Ő, hála, a jó Istennek! Régebben, amikor jártunk fellépni, akkor ő vitt minket. Mi az, hogy jártunk fellépni? Hát te nem szűz vagy, te már fellépő múlttal rendelkezel, már kicsit ki vagy égve, mint Britney Spears. Tehát mondjuk lagzikban vagy, egyetemi klubokban vagy, na nincs ebben semmi. Hogy Gába Vencselőn a Krumpli Fesztiválon. Igen, igen. Hát énekelni elsősorban énekelve lehet megtanulni. Hát, igen, meg szerintem, aki végigmegy néhány évig azon, hogy beül a buszba délután 5-kor, és lezötyöng, nem tudom én, Gyoma Endrődre. Igen. És aztán visszajön, és másnap föl kell kelni reggel, az bírja mondjuk azt a strapát, ami itt az X-faktorban velünk megtörtént. Mi történt veletek az X-faktorban? Hát le voltunk terhelve reggelt estig. Próba van, énekóra, táncpróba. Énekóra, egyedül, táncpróba. Igen. Táncpróba a táncosokkal, táncpróba egyedül külön, közös kamerabeállítás, fotózások, a stylisttal egy csomó megbeszélés, hogy milyen ruhája. Régen fodrásznak hívták, most már stylist. Nem ugyanaz. Tudom, nem, mert ő ruhálat is kitalálja, ő egy stylist. Igen. És meg vagytok a stylisttal elégedve, vagy? Mert én néha látok olyan szereléseket, hogy a hajam az égnek áll. Azt nem ezen a csatornán láttad. Ti meg vagytok elégedve? Nagyon, igen. Na most a súlyosabb, hogy valahogy együtt is laktatok, az hogy van? Hallom, hogy nagyon vigyáztak rátok, meg nem tudom, TV2 lehallgatott például benneteket. A legtöbb probléma inkább abból volt, hogy azért mégis 17-en voltunk, és összesen volt mondjuk 6 WC, meg fürdőszoba, ez mondjuk reggelente, amikor... És ez kevés? Te is hogy jöttél ki az örökkel?
Hát érdekesen nézhet ki, tehát amikor azt látják, hogy te egyébként egy szolid, visszafogott ember vagy, és megjelensz két izompacsirtával, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy nézd meg a csávó egyébként mekkora egy nagy kép kap. Ó, én nagyon, igen, ezeket nem szeretem én se, és a kabriósoknak beköpök általában az autóba, gyárom. Hát mennyi vagy kisfiam erős izgalmi állapotban? 19 és 18 és fél? 19. 19? Egy érettségit még nem sikerült abszolválni? Nem, mert... Na, hova lett ez a kis év? Mi történt ott egy makacs kanyaró, rubeóla? 5 éves tagozatra jártam, úgyhogy igazából egy nyelvi előkészítő volt. Ja. És akkor te már mondjuk az angol számokat azt érted azért, tehát nem úgy, mint mi annak idején, hogy kiviszem a lovam, meg nem tudom, hát nem is volt szöveg, ugye? Igen, megpróbálom nem fonetikusan leírva tanulni. No, és Katikám, hát a lányaid ugye azok azért hiányt szenvedtek, tehát kik vigyáztak a gyerekekre? Főleg, ugye férjem, anyósom és az anyukám. Ő miért? A férjed nem keres pénzt? Mit csinál hát az? Hát tehát nyilván amikor otthon volt. Amikor otthon volt, értem. A nagymamák, meg még voltak segítségeink, de be kellett nagyon osztani, tudtuk, hogy ez egy intenzív időszak lesz. És ők nézhették a szereplésedet, vagy éppen hát nem? A kicsi ugye... Az nem jön szóba, azt tudom, ez a igaz. Nagy az mekkora? Hát az már tőle. A nagy az 5,5 éves. 5,5, hát az már ős, kész. Hát azért őse. Otthon lakik még? Tudtam manapság. Már, igen. Na jó, rendben van. Csak azért kérdezem, hogy mi volt a koncepció, ugye? Mert hát, vagy a másik koncepció? Le vagy maradva, Sándor, mert az óvodában minden gyerek nézte a műsort, és tudták, hogy kit hogy hívnak. Tomika melyik WC-re ül reggel, amikor sorban állásra, mindenben. Jó, ezt a WC-sztorit már rengetegszer leadtad? Nincs olyan érdekes dolog, amit tudnál mondani, amit még nem mondtál el 14 helyen, Tomi? Hát tudod, azért nem mondtam el 14 helyen, mert lehet, hogy nyomdafestéket nem tűrő. Az milyen volt, hogy pont a tesóddal kellett? Szerintem... Jó testvérek vagytok? Rendes fiúk vagytok? Hát... Van külön szobátok? Van. Nézd, én azt mondom, hogy ebben a műsorban, amikor megidegenítottunk, akkor már az volt a legfontosabb momentum, hogy hogyan búcsúzol. Mert az volt az, amire az emberek emlékezni fognak. És ennél szebb búcsút senki nem kívánhatott volna. Gyönyörű momentum volt igazából. Még megkockáztatom, hogy életem legszebb momentuma volt egyébként. De ez látszott is egyébként, hogy én nagyon boldog voltam. Felszabadított. Tamás, egy komoly ember vagy. Örülök, hogy megismertelek. Kati. Örülök, hogy megismertelek. Sándor. És hát most fondor módon arra gondoltunk, hogy azt a párbajt, ami köztetek elmaradt, de létrejöhetett volna most. Lefolytatjátok, első vérig. Mehet? Énekeljünk egyet, Kati. Na jó, gyere. Mit mondasz? De milyen profi, így megbeszélik, érted? Már 80 le van próbálva, azt mondja, énekeljünk egyet, érted? Huncut vagy te? Hát akkor Wolf Kati, Vastag Tamás, tietek a produkciós színpad! Just like the ones I have to fall, where the trees stop, listen, and children listen to hear sleigh bells on the snow. And all your Christmas is beyond.